Első előadónk Csókai Ákos, a Digital Identity Agency Kft. Alapítója és ügyvezető igazgatója, az ELTE BTK oktatója, a digitális identitás szakértője és szakavatott tanácsadó ebben a témakörben. Úgyhogy nem is véletlen, hogy mai előadásában is arról fog nekünk beszélni, hogy hogyan jön létre az ember digitális identitása, hogy milyen viszonyban áll a valós énnyével, és hogy mi történik akkor, hogyha ez a két valóság összecsap egymással. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a színpadon Csókai Ákost. Jó estét kívánok, szervusztok! Köszönöm szépen a szervezőknek a meghívást és a tökéletes előkészítést ismételten. És ma arról szeretnék nektek beszélni, hogy kik vagytok ti, ki vagyok én, és hogyan jelenünk meg az interneten. Amikor kiposztoltam a mai esti eventet a Facebookra, akkor én úgy írtam be, hogy ha meg akarod tudni, hogy ki vagy ma, akkor feltétlenül gyere el erre az estére. Ti már itt vagytok, úgyhogy akár tetszik, akár nem, most már az ajtók záródnak. Remélem azért valamelyest választ fogtok kapni erre a kérdésre, ami majd mint mutatni fogom, viszonylag régóta érdekli az emberiséget. Tehát miről beszélnénk ma este? Arról beszélnénk, hogy mi az, ami van, hogyan néz ki ez a valóság, ami ezt az egész internetes témát megelőzte, és azt gondolom, hogy be is kebelezte az internet valamilyen módon azt, amit a valóságról gondolunk. Aztán arról szeretnék beszélni, hogy ki vagyok én, vagy ki vagy te, hogyan néz ki az én felépülése és bemutatása, illetve ennek kapcsán, hogy kinek látszom, minek mutatom magam, itt vezetném be a digitális identitás fogalmát. Tehát nézzük először, hogy mi van. A társas valóság fogalmát szeretném először is megmutatni nektek, ami azt gondolom, hogy egy 20. századi fogalom. Korábban erről nem beszéltek konkrétan, az 1950-es években Peter Berger és kutatótársa vezette be ezt a fogalompárt, de jóval korábban is, mondjuk a 1815-ös években például Schopenhauer azt írta, hogy a világ az én képzetem. Tehát 150 évvel a modernitás előtt már van, aki azon gondolkodott, hogy amit mi valóságként élünk meg, és elsősorban ő más nagy filozófusok, elsősorban nagy német iskolára alapozva mondta ezt, azt gondolta, hogy az a valóság, amit milyen feltétlen és objektív tényként élünk meg, az nem is biztos, hogy olyan nagyon feltétlen és nagyon objektív tény, de természetesen a polgári fejlődésnek ez el kellett tenni, és el kellett tenni a 150 évnek ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy mindaz, amit mi látunk, az egyfajta társadalmi konstrukció terméke. Szociológusok, mi el szoktuk mondani, hogy a valóság a társadalmi konstrukció terméke, egy interszubjektív valóságtermelés folyik, hogy már nagyon tudományosan fejezzem ki magam, ami magyarul azt jelenti, hogy te, én és mi mindannyian megtermeljük a közös valóságunkat, ami mindannyiunknak külön-külön teljesen más lesz, mint a többieknek. Tehát ez a két szó az ezt jelenti. És ennek a folyamatnak a során nem teszünk mást, mint egy értelemtulajdonítást végzünk, szubjektív élményekből objektív tényeket generálunk. Tehát amit mi szubjektív élményként lefordítunk a világ dolgairól, észlelünk, interpretálunk saját magunk számára, az utána objektív tényé válik. És akkor azt tudjuk mondani, hogy itt egy asztal van, velem szemben meg egy közönség ül. De ez csak egy reprezentáció annak, ami a valóságban van, a Schopenhauer idézet értelmében is már. Tehát az, hogy a társas valóság mennyire konstrukció, mennyire nem, ha valaki írtózik Schopenhauertől, vagy Nietzsétől, vagy Kierkegaardtól, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha egy talán sokak által ismert kultfilmnek egy idézetét hoznám ide, ahol ugyanerről a problémáról hallhatunk. Ne próbáld elhajlítani, mert az lehetetlen. Helyette inkább próbáld felismerni az igazságot. Melyiket? Hogy nincs kanál. Nincs kanál. Akkor majd látni fogod, nem a kanál hajlik, hanem te magad. A Matrix című filmnek egy betétét láthattuk, hogyha szabad ilyet mondani, a film metafizikus eszenciája ebben az egy jelenetben le is zajlik. Természetesen ezt utána boncolgatja a film, nagyon érdekesen, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy gondolkodásra, tovább gondolásra érdemes mondása a kis filmnek. Megnézzük utána a valóságról dióhéjban ennyit. Megnézzük utána, hogy ki vagyok én, kik vagyunk mi, kik vagytok ti.
Ennek kapcsán a szociálpszichológiában használt fogalom, vagy tudomány részterület, az én társas felépítése és minden, ami ide tartozik, fogunk majd említeni pár szerzőt is, de azt hiszem mindennél jobban bemutatja Oscar Wilde-nak az Infáns nő születésnapja című gyönyörű kis novellája, írása, esszéje, illetve abban a undorítóan kinéző, púpos, guztustalan, szegény kis udvari bolondnak, a törpének a szerepe, aki magában azt hiszi, hogy az infánsnő szerelmét birtokolja, és ezt egy rózsával ki is fejezi felé az infánsnő, de valójában csak a testi csökötségén, a testi fogyatékosságán nevetnek, és az udvarhölgyek ezen szórakoznak, hogy milyen bolondul néz ki, amikor táncol, és milyen undorító, guztustalan kis teremtés ez a kis törpe. És amikor szegény készül a nagy születésnapi mulatságra, és véletlenül bejut a palotának olyan termeibe, ahol korábban nem járt, akkor egy hatalmas nagy tükörrel szembesül, amit még soha korábban nem látott. És hogy közeledik a tükörhöz, és beszél a saját tükörképéhez, akit egy másik alaknak vél, egy undorító, guztustalan alaknak, akkor döbben rá egy idő után, hogy valójában a tükörben saját magát látja, és mindaz a visszajelzés, amit korábban másoktól kapott, a sajnos igazság, és neki szól, rávonatkozik, tehát ő az a undorító, guztustalan kis alak, aki mindenki csak nevet. És amikor erre rádöbben, akkor szegény összeesik és meghal. Ez egy nagyon radikális példája, de azt hiszem nagyon kifejező példája annak, hogyha nem vagyunk hajlandóak szembesülni mindazzal, amit mások visszajelzései számunkra a világból jelentenek, akkor nem is a világban élünk, akkor nem abban a világban élünk, ami a társas univerzumot jelenti, hanem egy teljesen külön világban, ami nem a valóság. Ezt a szociálpszichológia úgy fogalmazza meg, nagyon rövid állítást hoztam, hogy nincsen olyan, hogy én interakció nélkül. Tehát az az abstrakció, hogy az én önmagában leírható, és az én olyan, mint egy asztal, vagy egy szék, vagy egy projektor, ez nem igaz. Az én nem értelmezhető a másik, a mások, a csoport, a körülötte lévő társadalmi közeg nélkül. Egy fokkal bonyolultabban ez úgy lehet megfogalmazni, az én ugyan cselekvő és aktív, de társas visszajelzés és értékelés hiányában meghatározatlan marad, eképpen teljesen értelmetlen. Tehát noha van szabad akarat, van aktivitás, van cselekvése az énnek, ez teljesen természetes, de ha nem kapja meg azt a szükséges visszajelzést, ugye emlékezzünk a Oscar Wilde-féle kis törpére, akkor gyakorlatilag egy légüres térben visszajelzés nélkül és meghatározatlanul ténfereg. És végül pedig az etnometodológia, vagy a szimbolikus interakcionizmus atya George Herbert Mead az ő személyiség modelljében úgy alkotta meg ezt a tipológiát, hogy a személyiséget három részre osztotta, és azt mondta, hogy van az I, a reaktív én, aki reagál a őt körülvevő ingerekre, a felépülő mi, ami a társas visszajelzések egységéből és a visszajelzések irányából, mienségéből tud felépülni, ez a felépített én, és ennek a kettőnek az interakciója az egész, az összeolvadása, az pedig a self. Ezek magyarázatkísérletek arra, amit többek között Oscar Wilde így írt le, egy tudománynak a próbálkozása, hogy megmagyarázza, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a ki vagyok én kérdése az örök, az identitáskeresés örök, ahogy Ibsenben Peer-Gynt fogalmazza meg a hagyma hasonlatban, a személyiség bizonytalanság az mindenkiben ott van, ahogy egy hagymában, ahogyha valaki kisgyermekként közelít egy hagymához, akkor joggal feltételezi, hogy a burkok lehántását követően eljut egy ős szubstanciához, egy maghoz, ami az egészet összetartja és meghatározza. De ha valaki, valaki hozzá lehet egy hagymához, az hamar rá fog jönni, hogy a hagymának nincs magja, nincs belül semmi, hanem egy újabb és újabb héj van, és egyszer csak elfogynak a héjak. Szóval ennek a bizonytalansága minden személyészlelésben és minden gondolkodásban, ami az emberiség történetével egyidős benne van, hogy lehet, hogy Úristen közepén nincs is semmi. És az identitás rétegeink csak így egymásra rakódnak, de nincs valami meghatározó gyökere. Szóval ez a félelem, ez egy ősi kérdés. A szorongás és a rettegés, amit emiatt érzünk, az a fajta ontológiai bizonytalanság, hogy mi végre is vagyunk itt, mi a Földön, és mi a fenét akarunk itt csinálni, az egyidős az emberiség történetével. Azonban érdekes módon újabb és újabb helyzetekben újabb és újabb formákat tud ölteni. Most például szerintem született egy ilyen új jelenség, aminek egy új neve van, az a jelenség neve, hogy FOMO, talán többen hallottátok, talán többen ismeritek, ez a Fear of Missing Out, az attól való félelem, hogy az én prezentációm során valami hibát követek el, illetve hogy nem vagyok ott, nem tudok ott lenni minden egyes fontos döntésnél, lépésnél.
Na most mivel mindenkinek a kezébe belekerültek a kütyük, amikkel egyrészt dokumentálja a saját életét, másrészt meg olyan szinten sűrűen follow-upolja a többiek életét, ahogy korábban az emberiség történetében soha. Tehát egyszerre mindenki médium és egyszerre mindenki néző befogadó, hírgyártó és tartalomfogyasztó. Ez a érzés egy nagyon felfokozódott és nagyon gyors intenzitású és nagyon gyors lefolyású kortünetté tudott összeállni. Olyan szinten a klinikai pszichológusok, akik foglalkoznak ilyen problémákkal, már diagnosztizálják is ezt a jelenséget, tehát a fear of missing out jelenségét. A vége talán a legerősebb. A valamelyik kurzusunkon egy hallgató posztolta ki ezt, vagy hívta fel erre a figyelmünket, és azt gondolom, hogy ezt az egész témát nagyon jól bemutatja. Külön fölhívnám arra a figyelmet, aki esetleg először látja, hogy mennyire szépen mutatja azt a párhuzamos valóságot, amiben a Scott létezik. Az egyik, amit ő kreál a saját nyomorúságos helyzetéről, ami csili-vili és kapja a lájkokat. A másik az a megélt, szubjektívan megélt valósága, ami csapnivaló, ugye. És ahogy a végén kiposztolja a valóságot, véletlenül megszegi a szabályokat és kírja a valóságot, hogy minden szar, akkor mindenki letiltja. Tehát, hogy gyakorlatilag nem is vagyunk kíváncsiak befogadóként másnak a nyűgére, bajára, kommunikátorként, hírszerkesztőként, médiumként, meg ezért, éppen ezért nem is csinálunk ilyen híreket magunkról, mert nem népszerű, senkit nem érdekel. Szóval minden szép és minden jó. Ennek a tudományos leírása, ennek a minden szép és minden jó a netennek az én megmutatkozása fejezett címet kapta, és itt megint Goffmanra utalnék vissza, akiről már beszéltem, aki az Én prezentáció mindennapokban című munkájában a 60-as évek elején felsorolt nagyon érdekes módon 4 olyan axiómát vagy tulajdonságot, amivel minden esetben az ember a homlokzatát bemutatja mások felé. Általában, amikor homlokzat bemutatásról beszélünk, akkor nagyon sokszor az első benyomásról szoktunk beszélni. Tehát ez az, amivel elmegyünk egy randevúra, elmegyünk egy állásinterjúra, meg szeretnénk magunkat mutatni ismeretlen emberek körében. Ez pedig 4 nagyon egyszerű dolog. A hibák eltitkolása, a jó oldal felnagyítása, az ellentétes motivációknak az elrejtése, és a folyamatnak, a oda vezető útnak az elrejtése, és csak magának az eredménynek a mutatása. Tehát ez az a 4 axióma, amivel az én bemutatás zajlódik, 1960-ban az offline világban, hangsúlyozom.
Aztán egy kicsit tovább ugorva 80-as évekre, de még mindig az offline világnál maradva, már arról beszél Jones és Pittman, hogy impression management zajlik, nem is én bemutatás, és itt fölhívnám arra a figyelmet, hogy itt már a hatás keltés kerül a fókuszba. Itt az én bemutatásnál már az én bemutató figyelembe veszi azt, hogy ő az én bemutatása során nem egy funkciótlan vagy céltalan tevékenységet végez, hanem bizony, hogy másokban valamilyen hatást akar kiváltani ezzel az én bemutatási folyamattal. És akkor eljutunk az online világhoz egy nagy ugrással, amikor már azt mondják Kevin Weiss és kutatótársai 2012-ben, hogy van egy úgynevezett real you, ami igazából te vagy, és ami egyfajta együttese azoknak a tartalmaknak, amiket te keletkeztetsz magadról, és azoknak a mások által generált tartalmaknak, amik rólad keletkeznek, és ez akkor tud pozitív képet sugalmazni, vagy pozitív benyomást kelteni a másokra, hogy visszautaljak a Jones és Pittman féle fogalomra. Szóval ez akkor tud pozitív lenni, hogyha kongruens, vagyis hogyha egyensúlyos és egy irányba mutat. Tehát ha inkongruencia lép fel, hiába mutatom magam nagyon pozitívnak, hiába tolom túl magam szuperlatívuszokkal, hogyha a visszajelzések, a társas visszajelzések, és ez nagyon fontos, hogy mások által látható módon kicsit negatívabbak, vagy esetleg nagyon negatívak, akkor ugye mindenki érzékeli, hogy itt valami diszonancia van, ez így nem stimmel, és emiatt az én megítélésem nem, hogy nem jó lesz, nem rossz lesz egyenesen. Szóval ezekre is figyelni kell az online világban. De mondhatnátok, hogy az én bemutatás nem egy új keletű jelenség, és ez természetesen így van. Azonban azt állítom, hogy mondjuk az ókorból megmaradt szobrok készítői, vagy Frida Kahlo, Van Gogh, Velázquez, vagy Csontvári, akinek az arcképét idehoztam, eléggé kitüntetett és privilegizált helyzetben volt ahhoz, hogy ő ráérjen arra, és lehetősége legyen arra, hogy ilyen esztétikai színvonalon magát megjelenítse, másoknak megmutassa. Mások titkos naplókat írtak, jegyzeteket írtak, de azért azt gondolom, hogy az emberiségnek egy nagyon kicsi része tudott ilyen tartalmakat előállítani, úgyhogy az sokakhoz eljutott. Ugye ez volt egykor. A prezentációs technikák nagyon sokat fejlődtek, mindenkinek a kezébe oda kerültek azok a kütyük, és bejöttek a divatba azok a trendek, amelyek egyenesen ránk kényszerítik, egyenesen ultimálnak minket arra, hogy igenis mutassuk be magunkat, a közösségünket, a kis csoportunkat, saját magunkat, mindenféle élethelyzetben. Legyen jó, legyen szó, ahogy a kép felső sarkán látható a kádban, egy pohár nem tudom mit iszogatva, vagy akár ha mi az Amerikai Egyesült Államok elnöke vagyunk, vagy ha koleszosok vagyunk, akkor milyen jópofa a dolog plankingelni egyet a szűk folyosón, vagy ha az Oscar átadó gálán vagyunk, akkor ott, vagy ha ilyen celebek vagyunk, akkor ott, vagy ha senkik vagyunk, akkor legalább egy csinos hálóinkban, a hálószobánkban. De lehetősége mindenkinek van. Azonban ez a sok technika, ez a sok ügyesség, ez a sok okosság, és ez a bemutatási kényszer, ami kifejlődött mindenkiben, csöppet sem nyugtatott meg minket afelől a fő kérdés felől, ahonnan emlékeztek, kiindultunk, hogy oké, de ki vagyok én? Nem adtak választ erre, rengeteg verbális kommunikációba és nonverbális kommunikációba hajszoltak bele minket, társas túlmozgásokba hajszoltak bele minket, nagyon sokat tudunk ezekről beszélgetni, közös platformot teremtettek az üres beszélgetésekhez, tehát mindig arról lehet beszélni, hogy ki mit olvasott, ki mit látott, ki mit lájkolt, megvan az a videó, nincs meg az a videó, megosztottad, nem osztottad meg, tehát hogy egy ilyen másodlagos valóságot teremt, ami beszédtéma tud lenni, lásd például mémek, amikor még el is lehet egy mimetikus gesztusra is lehet játszani azt a fajta, valami nagyon ősi, akár ilyen törzsi beavatási szertartáshoz hasonló táncot, mint mondjuk egy hárlemség. Szóval, hogy ezeket mind el lehet játszani, ezek az identitásunkat lehet kommunikálni mások felé, de azt gondolom, hogy a kérdés még ettől megmarad. Ugye az egyik ilyen kortárs válasz kísérlet az a selfie, amiről már részint beszéltünk. Mindenki tud selfit csinálni, nagyon egyszerű, és mindenki csinál is selfit, és azt gondolja valamilyen módon, hogy ezzel a ki vagyok énre legalább egy képi reprezentációval egyfajta választ tud gyártani. Meg tudja mutatni, hogy ő ki. Most kétségtelen, hogy ezzel semmilyen választ nem kapunk arra, hogy ő kicsoda, de mindenféle képet idehoztam, tehát van kockahasvillantás, fürdőszobatökör előtt csücsörítés, szexi dressbe bemutatás, vagy éppen ilyen nagyon átlagos ruhába, hétköznapi ruhába. Szóval mindenféle selfie van, és hála Istennek, hogy ennek a mozgalomnak ugyanakkor megjelent egyfajta ilyen vicces önreflexiója is. Én úgy írtam, hogy a túltolt én kritikája, ami már a reflexió reflexiója, és szerintem nagyon szellemes tud lenni.
nem szarja le, hogy mit tettél ma reggelire. Ki nem szarja le, hogy a saját posztod lájkoltad be. Ki nem szarja le, hogy hogyan hánytál tegnap este. Ki nem szarja le, ki nem szarja le. Szóval, hogy ez is egy reakció, és ez egy nagyon súlyos kritika mindarra, amit mindannyian naponta csinálunk. És akiben van egy cseppnyi önreflexió is, az ezt nevetve végignézi, és akkor esetleg utána már nem fog annyi ilyen hülyeséget csinálni. Akiben nincsen, az meg ugyanígy csinálja tovább, de az is egy reakció. Azt lehetne mondani tehát, hogy mindennek a technológiai varázslásoknak köszönhetően a narcizmus felértékelődött, és egy ilyen kvázi kívánatos vagy privilegizált társadalmi értékké vált. Úgy mondtam, hogy narcizmus 2.0, ami egy kicsit más, mint az a fajta korábban definiált, a pszichológia által definiált narcizmus. Én azt gondolom, hogy egy nagyon súlyos harc a bizonytalanság ellen, a minket körülvevő alapvető bizonytalanság ellen, miszerint minden bármikor megváltoztathat, és fogalmunk sincs, hogy 2 év múlva mi lesz, de arról se, hogy holnap mi lesz, mert egyszerűen így élünk. És ezek a kis minimálisan létező kapott lájkok formájában testet öltő megerősítések, ezek mind megerősítenek abban, hogy azért mégis minden frankó, tehát hogy jó helyen vagyunk, jók vagyunk, jól csináljuk, amit csinálunk, és ugyanúgy, mint a klipben láthattuk a srácon, egész eddig ment a verkli, amíg kapta lájkokat, csak aztán, amikor kiderült, hogy minden nagyon rossz, akkor kezdett el gondolkodni, hogy lehet, hogy nem a lájkok fogják definiálni azt, hogy ő kicsoda, és hogy ő hogyan érzi valójában magát. Ugye csak a klasszikus narcizmus, vagy a klasszikus narcissus saját maga tükörképébe szeretett bele. Ezt is egy kicsit transformáltuk, és mi pedig a szélsőségesen pozitívvá tett valóságunkba, Facebook vagy Insta valóságunkba szerettünk bele. Rengeteg ilyen képet ismerünk arról, hogy mi az, ami van, és mi az, amit lefényképezünk róla. Az a lány, aki ezt megcsinálta, bár sejti, hogy itt egy kis trükk van, de talán egy kicsit boldogabb lett tőle, talán egy kicsit nagyobb megnőtt az önértékelés, és talán a bizonytalanság érzetét tudta redukálni, és nyugodtabban feküdt le aznap éjszaka. Azonban azt mondhatjuk, hogy a valóságból csak egy ilyen insta bullshit maradt sokak számára, és mindenkinek nagyon hasonló szűrőkkel, nagyon hasonló témákra komponált, a szereplők számát tekintve is nagyon hasonló fényképei születnek a valóság dokumentálása címen, vagy a lábunk látszódik, vagy nyaralunk, vagy bulizunk, vagy utazunk, vagy valami csodaszép dolgot látunk. Viszonylag kevés fényképet meg tartalmat lehet olvasni a hétköznapi élet nap 24 óráját kitevő, vagy a 24 órából 23 órát kitevő hétköznapi dolgokról, azt, hogy nem szeretjük bemutatni, hanem ez a reprezentatív kép az, ami számunkra szimpatikus. Kinek látszom és hogyan látnak tehát, közeledve az előadás végéhez, meg szeretném próbálni összefoglalni, amiről eddig beszéltünk. Úgy mondjuk, hogy megszületett, és itt visszautalnék a MIDI definícióra, megszületett a selfnek egy új formája, ez a self 2.0, ami tehát tartalmazza azt a fajta tézis, antitézis, szintézist, ami a mi áll és a self felbontásában a MIDI definícióból kijön, de ugyanakkor tartalmazza azt a, azért 2.0, mert tartalmazza azt a fajta technikai közeget, azt a fajta ráutaltságot a technológiára és az eszközökre, amiről az előbb beszéltünk. És ezért úgy mondjuk, hogy a digitális identitásunk gyakorlatilag nem más, mint a publikus neten hozzáférhető, rólunk keletkezett és általunk gyártott tartalmaknak az összessége. Magyarul azok a lábnyomok, azok a digitális lábnyomokat, amiket hagytunk magunkról, és mások hagytak rólunk az internet terében. És hangsúlyozom az, ami publikusan hozzáférhető. Mert hogy tudjuk jól, hogy a freudi jéghegy példával élve, a jéghegy csúcsa az, ami a webben látszódik. A 95-98%-a egyes becslések szerint az internetnek a deep web, ami nem hozzáférhető a keresők számára, egy része egyáltalán nem hozzáférhető, más része pedig csak a keresők által nem elérhető módon van kódolva. Tehát, hogy amit mi látunk, és én óriásinak gondolunk, az csak egy csepp a tengerben ahhoz képest, ami van. Tehát, hogy a publikus neten elérhető reprezentációnk alkotja meg azt az ént, amit digitális identitásnak nevezünk, vagy nevezhetjük self 2.0-nak. Ezek után azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, vagy legalábbis megkérdezni, hogy esetleg nem azok vagyunk-e, aminek a net mutat minket? Nem lehet azt mondani, hogy egyenlőségét tehetünk a kettő közé? 3 dolgot szeretnék ennek kapcsán megemlíteni, ami nagyon fontos. Az első a személyes identitás védelme. Erre mindenkinek figyelnie kell, még hogyha nem is ilyen céges arc, akkor is figyelnie kell arra,
hogy neki van egy neve, van hozzá fűződően tartalom, vagy keletkeztettek erről tartalmakat, ami összefor, tetszik, nem tetszik, egy bizonyos időre, akár elévül, akár nem, összefor az interneten vele. Például, ha valakinek van egy hasonló nevű, de esetleg más területen tevékenykedő rokona, az nagyon pórul járhat. Aztán ott van a szakmai identitás kontrollja, ez már inkább egyfajta ilyen üzleti környezetre jellemző. Itt van például egy nőgyógyász, akinek a honlapjáról származik a kép, ami egy nagyon bizalomgerjesztő és pozitív kép. Hogyha elolvassuk az ő weblapját, akkor azt gondoljuk, hogy a világ legjobb nőgyógyásza. De ha három nőgyógyásznak a weblapját elolvassuk, akkor rájövünk, hogy mindenki a világ legjobb nőgyógyásza, hasonlóan a zöldségesekhez és a cipőárusokhoz. Ezért, hogyha egy kicsit mélyebbre ásunk, és elmegyünk mondjuk a Nőklapja Kaffénak valamelyik fórum rovatába, ahol a hölgyek azon diskurálnak, hogy ki mennyi hálapénzt kér el, és hogy cseszél a szülést utána, vagy hogy nem jön be, mert síjel, meg ilyen kis intim részteket megtudunk, akkor erről a doktor úrról kiderül, hogy oké, hogy tök jó a kirakat, meg a weblap, de nem teljesen kongruens vele az a felhasználói tapasztalat, amit mások megosztanak az interneten róla. És már van egy második réteg, és már van egy újabb valóság, ahogy kiindultunk ebből. És a harmadik pedig még egy szinttel absztraktabb a vállalatok vagy a márkáknak az identitása, hogy ők hogyan építik az identitásukat. Nagyon hasznosak az ATL meg BTL reklámok, meg nagyon jó, hogyha azt gondoljuk egy cégről, hogy ő vonzó, szexi, jó munkáltató, jó termékeket gyártó, etikus, bio, zöld, nem tudom én micsoda, de hogyha azt olvassuk róla az internet bugyraiban, hogy ő mondjuk, amikor a foglalkoztatóit elbocsátja, akkor ilyen és ilyen módon viselkedik, nem adja meg azt a pénzt, amit megbeszélnek, vagy zsebbe fizet, ilyeneket is lehet olvasni álláskereső fórumokon, hogy melyik magyar KKV fizet zsebbe, melyik adja a számlán a pénzt, melyik adja rendesen leadózva. Tehát, hogy akkor egy egészen más valóságszeletet fog meglátni annak a márkának, vagy vállalatnak az identitásából. Azt gondolom tehát, hogy egy kis ugrással kijelenthetjük, ami a mi jelmondatunk is, a mi kutatóinknak, vagy a mi cégünknek a jelmondata is, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az vagy, aminek a neten látszol, és még azt is hozzátehetjük kis lábjegyzetbe, hogy minden más illúzió. Szóval, hogy ez a sok-sok minden, ami rólunk keletkezik, és ami minket reprezentál, az átvette a valóságtól azt a szerepet, hogy megmondja, hogy mi kik vagyunk, és valójában azok vagyunk, akik ott látszunk. Az előadás végére ugye kéne valami következtetésnek lenni, és tök jó megkérdeztetitek tőlem, hogy oké, de akkor most mit csináljunk, hogyha vége a vírusesnek, és hazamegyünk. Ne Facebookozzá! Barátkozzá! Post, ne Facebookozzá! De minket lájkoljá! Post. Szóval ne Facebookozzál, barátkozzál, lájkoljál, a másik meg, hogy mindenképpen gyertek el a következő vírusestre is. Köszönöm szépen a figyelmet!